Szevasztok, vérem, üdvözlök mindenkit egy új videóval. Ilyen videó még nem volt egy profival sem, mert ez egy különleges alkalom, egy különleges videó, és ezután lesz az Istivel, aki nem ismerné Verpec István, ezután a videó után lesz vele profi videós rész is. Hát azért különleges az Istivel való kapcsolatunk, mert ez egy nagyon régre visszanyúló sztori lesz, és az a lényege, képzeljétek el a sztorinak, megmondom az őszintét, mikor még az Ádám, biztos, hogy ti tudjátok, mert nagyon sok videóban ugye emlegettük az Istit, az Ádi szokta kiabálni, hogy Verpec, meg Verpec Isti, csemmege, stb. És ez a történet, képzeljétek el, oda nyúlik vissza, hogy az Ádám még mikor kisgyerek volt, mondjuk most is az, mert nagyon fiatal, ugye? De amikor még kisebb volt, akkor volt neki egy csapattársa, aki egyébként az unokatesom, a Gelányi Józsi. Ide felrakok egy videót, mert ő is már szerepelt egy videóban. A kurva életben. De jó. Szóval ő is már szerepelt egy videóban, és egészen oda nyúlik vissza a történet, amikor szerintem ők még ilyen 10-12 évesek lehettek, szóval 10 éve korábban. Akkor a Józsi az ugye nagy Loki szurkoló volt. Szóval akkor a Verpi egyébként, csak hogy az időpontot nagyjából belőjük, hogy a Józsikáék kb. Akkor tényleg ilyen 10-12 évesek voltak az Ádival, és egy csapatban játszottak egyébként, és a Józsi kapus volt, és nagy Loki fan volt, és ugye a Verpec ott védett, és a Józsi mindig azt kiaválta, amikor védett egy nagyot, hogy Verpec, csemege, meg ilyen szöveget nyomott, hogy ugye a rugás egy csemege volt, és hogy ő volt a Verpec, és mindig az Istit emlegette. És az Ádiba ez akkor megragadt, hogy Verpec. És az Ádi, amikor elkezdtünk ugye videózni, és azt szerintem jó sok videót felvettünk, meg így pörgött, mindig próbáltunk hülyeségeket beszélni, meg össze-vissza mondott az Ádi is mindent, és szerintem valahogy beütött neki a Verpec, mikor nagyot védett, és akkor ott egyszer kiabálta, hogy Verpec István. Én emlékszek még rá. Wow. The best in the world. Back to Xhaka. Hit point Gallery. Brilliant save to De Gea. És én tisztán emlékszek rá, hogy mert én ugye nem követem a magyar focit, mondjuk most már, hogy egyre több profival van videó, így egyre jobban próbálom követni az NB1-et is azért, hogyha ha véletlen lesz mondjuk újabb profik a videók, azért képbe legyen az ember, de arra tisztán emlékszek, hogy mikor az Ádi először mondta, hogy Verpec Isti, én nem tudtam, hogy miért mondja, mert én az Istit akkor nem ismertem. És akkor kiabált az Ádám, hogy Verpec. És én akkor arra emlékszem, hogy megvágtam a videót, és akkor ott is néztem, hogy mondom, miért mondta Verpecet, és az a lényeg, hogy ott kezdtük el emlegetni, és akkor én rákerestem az Istire, és én akkor tudtam meg, hogy ugye az István, és egy NB1-es focistáról beszélünk, és akkor mondtam az Ádámnak, hogy ő neki ez honnan jött, hogy pont a Verpec. És akkor elmesélte ezt a történetet, és úgy kezdődött ez az egész. Ugye akkor emlegettük egy csomószor videóba, és volt egy srác, úgyis biztos, hogy nézni fogja ezt a videót, írjon rám Instagramon, hogy biztos, hogy ő legyen az. Egyszer ő rám írt, nem is rám írt, hanem a YouTube-on írt egy kommentet, hogy a videónál, hogy a Verpec Istiről beszéltek. És akkor hát én meg visszaírtam neki, hogy persze igen, és írta, hogy elvileg valami rokonod. És mondtam neki, hogy akkor küldje el neked a videót. Hogy lássad, hogy ugye téged emlegetünk. Igen, valami rémlik, de nem tudom, hogy ki volt tényleg. Nem, most én nincs is meg már. Na mindegy, meg fogom ezt keresni, visszakeresem az Instán. Kíváncsi vagyok ki, az kíváncsi. És az a lényeg, hogy mondta, hogy küldjem el én a videót, és akkor megadta az Instagramodat. Uh-huh. És tudta az Instagramodat, mert most mit én, az Istinek nincs a hű, de sok követője, de kirakom itt az Instagramját, mindenféleképpen kövessétek be. Ezt csak azért mondom, jó, mondjuk Verpec név meg az viszonylag ritka, szóval hogyha beírod az Instába, úgyis téged dob ki szerintem. Persze, van még egy másik Verpec István, ő szokott vele poénkodni, hogy bazdus, nekem írogod meg az úrkodok. Mondom, mi van? Szóval... Na és akkor a lényeg egyébként az, hogy akkor ugye az Instán megkerestem én az Istit, elküldtem neki a videót. Na és akkor innentől kezdve kell neked egy picit beszélni, hogy a kérdéseim az lennének ezzel kapcsolatban, hogy ugye én elküldtem neked legelőször a videót, akkor te visszaírtál, én tisztán emlékszem, hogy vissza is írtál rövid időn belül,
és amikor megnézted, akkor ugye hát kialakult, én úgy gondolom, hogy köztünk egy ilyen viszonylag jó kapcsolat, ami úgymond az interneten abszolút, keresztül persze. kialakulhat. És úgy, hogy tényleg az Isti egy háromszoros magyar bajnokról beszélünk, én meg csak úgymond egy youtuber vagyok. És volt például arra példa, hogy írtam egy játékosnak, hogy nincs benne egy ilyen videózásban, és vissza se írt, odaírta hogy a Facebook vagy a Messenger, hogy látta, de nem írt vissza. És az Isti meg ilyen full vevő volt szerintem erre az egészre, a beszélgetésre, mindenre. Na és azt akarom megkérdezni, hogy mit gondoltál akkor, mikor elküldtem a videót, megláttad először, hogy téged emlegettünk, mit gondoltál, hogy miért pont téged, vagy így erre az egészről beszélj, hogy akkor így, ha emlékszel esetleg még arra, hogy így mit gondoltál, vagy mi volt benne az egészben. Nem nagy képűségből tényleg, de volt olyan sokszor már, hogy irogattak, tudod, szurkolók, gyerekek, kesztyűt, mezt, stb. Próbáltak. Nyilván ennek nagyon nehéz megfelelni, meg nagyon nehéz, mert akkor odaadnám kb. Mindenemet. És azért én is, nekem is vannak nagy becsbe tartott ugye, relikviáim, mezeim, amiket eltettem, cipőim is, amiben mondjuk védtem, esetleg a kupadöntővel is el van rakva. De, és akkor ti is, hogy itt írtatok, mondom tőle, de őszintén elmondom, kik ezek videókat csinálnak, tudod, tényleg? Te nézem, basszus, mennyi követőjük van, utána megnézem már videókat. És jól össze volt vágva, tudod, ilyen stílusos volt, volt benne hülyeség is, minden. És akkor pont pár nap mondtam, nézd már meg, mondom, ők engem izélnek állandóan minden védésnél, hogy verpesz meg stb. De jó, tényleg, nekem ez jól esett, mert azért nem, ilyen még például nem volt. Olyan volt például már, hogy mondjuk volt ilyen olyan szurkolóm, hogy aki beültünk egy helyre, beült a mezembe, látta, hogy ott vagyok, meg stb. Tehát, vagy már annyira sokat írogatott, hogy már átesett a ló túloldalára. Tényleg, hogy állandó bombázott üzenetekkel, lelkesen egy darabig próbáltam írogatni. És először egy kicsit félváról vettem, de ez azért mondom el őszintén, mert tényleg így volt. Aztán utána meg te nézett a videót, de jó ez tényleg. És akkor én is így vevő voltam rá, hogy hozzunk össze valamit. Még akkor Debrecen közelében voltam, akkor próbáltam, nem szerintem egy-két játékos még be is tudtam volna szervezni, de reméljük, hogy az jövőben mondjuk összejön. Úgyhogy aztán elkezdtem meg a cucus videó is, tök jó lett, rengetegen nézték, hát megnéztem nagyon sokszor, mert én cucun szakadtam, ahogy ez véresen komolyan vette az egészet. Úgyhogy ezek így tetszettek nekem, és akkor vártam, hogy már hogy ez kialakuljon, meg tudjunk egy videót csinálni. És ebben még az volt az érdekes egyébként, hogy az Istivel elkezdtünk beszélgetni, így dumáltunk a videóról is minden, hogy tényleg ő is mondta, hogy jó lenne egyet összehozni, mert ő tök szívesen szerepelne, meg mi is tök vevők voltunk arra, hogy tényleg egy olyan dologból, ami 10 évvel korábban indult, egy olyan dologból kezdett el kialakulni az, hogy akkor mi most találkozunk az Istivel, és tényleg ez az kellett, hogy az unokatestvérem, a Gelányi Józsi annó 12 évesen azt kiabálja a kapuba, hogy verpec. És az a durva az egészben, ugye kiderült, elkezdtünk beszélgetni az Istivel, és kiderült, hogy ő pont az ország teljesen a másik oldalán lakik, ami ugye 480 kilométerre van innen tőlünk. Hát oda azért bajos ugye eljutni, jó, nem azt mondom, hogy nem lehet, de azért úgy, hogy az ember megy, jön, azért ez egy kicsit necces. És akkor hát mondtuk az Ádival, meg így beszélgettünk az Istivel is, hogy ő mondta, hogy tud beszervezni akár Debrecenről, mondjuk még plusz 2 embert, ha mi lemegyünk, vagy valami ilyenre kerül sor, vagy néztük, hogy akkor hol játszik az Isti, akkor ugye Balmazújvárosban volt, mondtam neki, hogy ha jönnek esetleg majd erre ide valahova haladásra, MB2-be, vagy a közelbe, akkor összehozzuk a videót. Hát aztán ugye ott volt egy kis probléma, az teljesen lényegtelen, ide tartozik. Az Isti az átigazolási piacon úgymond, az volt a legdurvább, hogy ezt nem is gondoltam volna komolyan, mert ugye a haladás pont egy ilyen mélyrepülésben volt az utóbbi időben, és hát én megmondom őszintén, hogy mikor ugye azt tudtam, hogy az Isti csapatot fog keresni, mondta is nekem, hogy van ugye több megkeresése, de nem mond semmi konkrétat, és akkor mondtam, hogy jó van, hát úgyse fog ideigazolni, mert ott van neki a család, minden, biztos, hogy valami közelebbi helyet fog választani, meg ilyenek. Aztán így nem is nagyon gondoltuk, hogy mondjuk a közelünkbe fog igazolni akár tényleg vagy Egerszegre, vagy Győrbe, vagy valahova. Hát aztán mikor ugye, hát tényleg ugye annyira követitek ti is a csatornán ezt a verpecezést úgymond, hogy én tisztán emlékszek, hogy mikor meglátta valaki, én nem is tudtam, hogy az Isti ide igazol, de már az Instagramon meg a Facebookon kaptam legalább 3 üzenetet mind a két helyről, hogy a haladásba igazolt, és az újságból küldték már a posztokat, hogy ide igazolt az Isti a haladásba.
Hát azt én rögtön utána szerintem, amikor megláttam, akkor küldtem neki a képet, és egyből kérdeztem, hogy igaz? És mindig tudom, mindig mikor az Isti ír, azt tudom. Azt mindig, mikor az Instagramon már hallom, akkor már tudom, hogy az Isti, mert minden szót külön küld, és folyamatosan bepittyek az Instagram. Azt akkor már mindig tudom, hogy na jó, akkor a Verpec írt, akkor megnéztem, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy tényleg ideigazolt. Hát aztán ugye azóta kerestük az alkalmat arra, hogy összejön ez a videó. Ez is minden, egyszer minden összejön, és ez is létrejött, és tényleg ez a videó után látni fogjátok azt, hogy az Istivel milyen videókat vettünk fel. Úgyhogy ez a története úgymond ennek az egész, úgymond Verpec sztorinak, és tényleg a csatornához, hogy jött ez az egész. És az a durva, hogy tényleg pici úgymond a világ, mert tényleg egy 12 éves sztoriból indult ki ez az egész, és 12 éve még hát nem tudom, talán jó YouTube volt, de hát senki nem gondolta volna, hogy mondjuk én egyszer elkezdek a YouTube-ra tartalmat gyártani, és hogy összejön egy ilyen dolog, úgyhogy tök érdekes dolgok ezek, én úgy gondolom. És én úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek az életben, úgy minden okkal történik, mert az, hogy egy ekkora véletlenből mondjuk összejön egy ilyen videó, az szerintem ahhoz nagyon nagy szerencse kell, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, vagy mi kell, vagy hogy jöhet egy ilyen létre. Így van, tehát az, hogy a kubbátásom az így történt. Akkor bennem is ugye megfordult, hogy ilyen, na, akkor most össze lehet hozni a videót, tényleg lesz idő rá, de vontatott a szezon, stb. Aztán ugye kalandos körülmények között, de sajnos ez ilyen örökbe ugye mindenki tudja véget ért, de az ember úgy van vele, hogy tényleg véletlenek nincsenek, ezt mi is sokszor beszéljük otthon a párommal, és én örülök neki, hogy sok rossz után, ami történt karrieremben, bármint utóbbi időben volt sok rossz, egy jó szériába csöppentem bele, bármint ha most itt arra térünk, hogy negatív volt a megítélése a haladásnak is, és hát biztosítottuk azt a célt, amit terveztünk, hogy bennmaradjunk, aztán kíváncsian várjuk a folytatást, hogy mi lesz. A gyerekek, én megmondom a Frankot, mikor én az Isti, mikor idegazolt a Haliba, én rögtön kiraktam a Facebookra egy posztot, lefalaszták a kaput, és így is lett, mert amióta az Isti itt van, a Haladás nem kapott ki a bajnokságba. Csak döntetlen és győzelem van. Igen. Úgyhogy én már akkor megmondtam, ki is posztoltam a Facebookra, vissza is keresem, majd berakom ide a képnek. Akkor megmondtam, és tényleg egyébként ahhoz képest, hogy ugye a Haladásnak az első fél év egy kicsit úgymond rosszabb volt, a másodikban teljes mértékben. Hát ha azt nézzük, tavaszi elsők vagyunk. Így van, azt akartam mondani, hogy nem tudom pontosan a forma kinek milyen, de úgy hallottam, hogy tavaszi elsők, igen. Tehát most azért itt látni a keretet. Azért olyan játékosok vannak, akik játszottak NB1-be is, még két éve, ha jól tudom, és azért látni lehetett, hogy ez a csapat nem kieső, csak itt rendet kell tenni a fejekbe. És hogyha a fejekben rend van, a háttérben rend van, és hál' Istennek, hogy tényleg egy olyan edző és egy olyan stáb van a csapatnál, ahol most azt mondom, hogy minden klappol, rövid felkészülés alatt, de azt mondom, hogy nagyon jól teljesítettünk. Nem azt mondom, hogy várakozásokon felül, mert lehet, hogy sokan nem gondolták ezt, hogy mi most így fogunk szárnyalni, de azért én igenis hittem benne, hogy ez egy ilyen szezon lesz, és azt mondom, hogy persze most utólag könnyű bármit mondani, hogy mi lett volna ha, meg mi lett volna akkor, hogyha folytatódik a bajnokság, de amilyen szériában voltunk, én azt gondolom, hogy lehetett volna akár feljebb is kapaszkodni, és mert nem volt messze mondjuk az élmezőny, ugye 8. helyen 5 pontra volt, azt hiszem. Tehát, és ez a társaság, ez a csapat, ez bizonyította ezt, nem beszélve arról, hogy megbizonyosodtam arról, hogy itt mennyire szeretik Szombathelyen a futballt, és meccsről meccsre ugye egyre több néző kijött. És lehet, hogy nem voltak 8000-en, meg lehet, hogy nem voltak 7000-en, csak most mondok valamit, de volt 2000 ember, aki olyan hangulatot teremtett, hogy komolyan mondom, úgy éreztem magam, mint hogyha egy első osztályú meccset vettem volna. És ezt a társak is tényleg átérezték, meg ők is mondták, hogy tényleg egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben jobb így játszani. És abszolút szurkolók mellettünk voltak, és úgymond 12. emberként nézhetnek a csapatot. Ezek az összetevők is közrejátszanak abban, hogy most ilyen sikeresek voltak. Király. Srácok, igazából
ez lett volna ez a kis rész, úgymond ez egy ilyen, tényleg egy ilyen kis sztorizgatós, meg aki esetleg most kapcsolódik a csatornához, és nem tudja azt, hogy miért volt nekünk olyan fontos egyébként. Hát sajnálom, hogy az Ádi nem tudott eljönni ma, biztos, hogy ő is, hát őnek is nagyon fontos lett volna, de összehozunk egy ilyet még mindenféleképpen, de mondta az Ádi, hogy ő neki ez lenne a top, hogyha az Istivel találkozhatná, hát szegény pont erről maradt le. Összehozzuk azt. Úgyhogy összehozzuk mindenféleképpen majd egy következő videóban. Viszont aki esetleg tényleg most csatlakozott volna a csatornához, vagy nem tudná az, hogy miért ennyire úgymond különleges nekünk ez a videó, az most ebből a részből megtudhatta. Az Istennek meg tényleg megköszönjük azt, hogy eljött, meg hogy megcsinálhattuk ezeket a videókat, aztán találkozunk legközelebb, srácok. Én köszönöm a részvételt, aztán reméljük, hogy ez egy folytatása egy nagy dolognak. Ennyi, így van. Na, köszönjük a figyelmet, srácok. Sziasztok! Sziasztok.